Na, jó estét, most van folytatása az estnek, a rendkívül divatos nem fejezett poénkodik. Következik, 5 versenyző van, 2 témakör lesz. Először a Szokrátész alapján kell valamit produkálniuk, utána pedig szabadon választok. 5 vannak, most alkotnak éppen hátul. Ebből a kis, minek hívják ezt? Ebből az urnából sorsoljuk ki a sorrendet. Lehet, hogy kihúzom egyet, meg tudja oldani egyszer. Helyes. Ő az első. Szám van rajta, Péter, vagy név? Név. És vége, Fanni. Igen. Fanni, jöjjön. És a zsűri ki kéne válni. Ja, bocsánat. Igen, igen, köszönöm. 5 tagú zsűri lesz, abból egy, a zsűri elnök már meg. Most önként jelentkezőket kérek, ki akar még benne lenni a zsűriben? És olyannak kell lenni, hogy látta a darabot, ugye? Igen. Maga nem látta? Én mondom, nem, de igen. De hogy? De hogy jön? Hogy jön ahhoz, hogy nem nézi? Én sem érkeztem, nem kapom. De milyen arra? Jó, ha nem beszélgetem. Fordos, hogy miért tudom, hogy hogyan tudom elragadtatni magam. Becsületszavára nem láttam, csak úgy mondja, hogy becsületszavára. Maga meglátta? Láttam. Nem akar zsűribe lenni? Nem tudom, nem valaki mások, hogy... Nagyon kicsit! Petrát el akarsz lenni? Szívesen. Gyere, és ő is meg. Jön? Helyes. Innen kell nézni közelről, mert a metakommunikáció is nagyon nagy szeretet. Nem kaptam dolgozni. Na jó, Péter, akkor mi? Jön a Fanni? Igen. A készen áll a triában, jön a Fanni. És mi a véleményed arról, hogyha most kisorsoljuk, hogy tudják a versenyzők, hogy milyen sorrendben jönnek? Az jó ötlet. Akkor felkészül. Felkészül. Ide teszem ezt addig, jó? Felkészül. Fábián Kamilla, utána Molnár Péter, aztán Békési Zoltán, és a 5., ez a legszerencsésebb, akinek rengeteg ideje van felkészülni. Ők már tudják, hogy ki az. Csak mi nem tudjuk. Bíró Dénes. Akkor a Fanni elkezdi a produkciót? Három percről. Csokolom, Fanni. Van, aki meghalt az igazáért. És te? Mikor álltál ki és nyilvánítottál valódi véleményt bármiről is?
valóság gyilkos. A bölcs majom nem beszél. Csak a szél viszi a hangot át a gondolatokon, ahogy nem ragadtak még meg annyi vagyban, egy feszengő kérdőmondatban, hogy a te igazad, meg az én igazam, hol egyezik a kollektív tudatban. Te tudod? Mert én tudom, hogy nem tudom. Tudom, hogy nem tudom. Mire inkább tudom, annál kevesebbet tudom. Nem tudom, mert nem értem. Nem értem, miért hiszek még mindig én a hitetlen, a hihetetlen igazban, a magam hamis igazában. Nem értem a hatalom logikáját, a javak igazságtalan elosztását, a kivételezés, a megbélyegzés, és azt végképp nem értem, hogy ettől én miért leszek kommunista. Inkább csak naiv, idealista, aki nem ért semmit. Hogy mi szüksége van az államnak milliárdokra, ha nem látunk belőle egy vasat sem, ami hasznosan lehet elköltve. Ha az ország harmada így eszik és nyomorog, miközben meg nem nevezett kormánypárti politikusok táskájának árával egy falut jól lehetne lakatni. És azt kérdezi a Twitteren fröccsögő, szintén meg nem nevezett kormánypárti politikus, hogy miért nem értsd a keményen dolgozó fizetés nélküli gyakornok, segítek a hajléktalanokon. Például azon a kisgyerekes anyukán, aki hajnalban állt a hatoson. Nem kéregetett, csak ott áll. És a táskámmal lévő utolsó két mandarinomat nekiadtam. Képet mutatott a fiáról, és azt mondta, szeretné, ha iskolába járna. Csak álltam ott, és vártam. Nem értettem, csak láttam, hogy lehet beszélgetni erényről, meg bölcs, meg fondolásról, ideákról, meg a tökéletes társadalom illúziójáról, és tudom, hogy nem tudom a megoldást. Hogy azt sem tudom, hová lett a megálmodott világom, amiben házam van, gyerekem, meg családom, és arra tanítom, hogy ne bánjon, ha lenézik, mert nem gazdag. Ha nevetnek rajta, mert álmai vannak. A lényeg, hogy tükörbe tud nézni anélkül, hogy lehánynád önmagad. Hogy ne alkudj meg, és nem mondd ellent a saját hangodnak. Tudom, hogy nem tudok semmit. Csak annyit, hogy ez a világ létezik. Gondosan bezárva egy üveggolyóba, ott pihen az asztalon pohárban lapulva. És vár, hogy jöjjön valaki, akiből még lehet tűzoltó, juhász, vagy hatalom. Kamilla kedves. Egy 17 éves nyílt levele Szókratésznek. Kedves Szókratész! Bocsi, tudom, hogy nem vagyunk még Facebookon ismerősek, azért én rád írtam, és hidd el, hogy nem viccelődök, mert úgy tudom, hogy ide látogatsz hozzám 2015-ben fél évig. Szóval nézegetem az adatlapot, képeid elejétől végéig, és úgy látom, hogy elkér a segítségem. Remélem, nem lesz hiába való az erőfeszítésem, hogy kicsit korszerűsítselek. Szóval utána néztem a neten, elolvastam a Wikipédián, meg ugye tanultuk róla valamit irodalom órán. Honnan is jössz? Ja igen, Görögország vágom, képvig oda járt nyaralni a családom. Na mindegy, figyú, beszéljünk komolyan. Nézd magadra, hogy nem jöhetsz ide, kirökök az egész évfolyam. Szóval megnéztem ezt a bizonyos beszédet, az egész, mint valami elcsizett szempolt idézett. Szóval úgy éreztem, hogy elkér a segítség. Ezért hát összeállítottam neked egy listát arról, hogyan lehet sikeres a 21. században, így ha ide látogatsz, végül nem tudsz ki egy hajléktalan szállóban. Amennyiben megtartod a következő 5 pontot, itteni boldogulásod és fényes jövőt garantált. Első. Felesd el a szöveget, amit eddig nyomadtál, becsület, erkölcs, igazság. Hagyjuk már az elemet, ez rég lejárt, helyezd előtérbe azt, ami tényleges értéket képvisel. Keres annyi pénzt, amennyit életed végéig nem költhetsz el. Második. Jobb, ha minél előbb feladod minden elved, hiszen itt akkor leszel sikeres, ha jó irányba nyújtod a nyelved. Válasz ki azt, ki éppen a kormány képviseli, aztán szépen van vele lelked neki. Harmadik. Hogy jobban be tud illeszkedni, hibáztass mindenért másokat. Szegénységem a zsidókat és minden másokat a cigányokat. Negyedik. Ne bízz senkiben. Még saját magadban sem. Hisz kiveszed már innen az úgynevezett csapat szellem. Ha már a saját anyáddal sem vagy őszinte, akkor gratulálok, feljutottál a következő szintre. Ötödik.
Soha ne a gazdagoktól vedd el a pénzt, az sosem éri meg. Támad a szegényt, vedd el az utolsó forintját is a szomszédnénének. És ha már gazdag vagy, csak magadra költ, senki másra. Bullshit minden, ami azt állítja, szükséged van lelkitársra. Hisz mennyivel jobb egy ötszobás hatásvadász lakás kényelmében élni behúzott redőnnyel, és versenyezni minél nagyobb előnnyel, ahogy igazságnak nyoma sincs, ott a pénz a legnagyobb kincs. Hidd el nekem, ha ezeket betartod, nem sokára nem lesz az életben semmi gondod. Lelkiismeret furdalás nélkül sétálhatsz felse le a világban, ha egy szegény segítséget kér, felé nyújtva két kezét, te képes leszel beszállva Auditba röhögni a semmiért. Mert ha elveszed a szociális érzékenységet, valójában nem veszel semmit. Ha nem szeretsz, nem is veszíthetsz el senkit. Ha elég jó vagy, nem kell aggódni. Itt amúgy sem tudsz azért pénzt adni egy hajléktalannak, mert szeretnél neki segíteni. Mindenki tudja, hogy ezzel csupán saját lelkiismereteden akarsz könnyíteni, és valójában saját jófejséged akarod fennkölten hirdetni. Azt meg minek nem igaz? Ne legyen már ekkor önző fasz. Inkább ne segíts, ne érezz, se együtt, se máshogy. Ásd el a csatabárdal a családod. Legyen az önzőséged a legnagyobb barátod, az együttérzés, mint olyan felejtős, hiszen a vagyon az, amit jelentős. Üdv nálunk, haver, várunk szeretettel. És akkor Szókratész megnyitotta a Facebookot, elolvassa a levelet, majd lemondta az utat a 21. században. Képzelt Otto Szókratésztől. Athéni polgárok, azt mondjátok, hogy túl jók az érveim? Könyörüljetek magatokon. Szókratész a Markó utcában. Athéni polgárok, igen, ti. Léci, emeljétek fel a kezeteket, ha szerintetek Szókratész egy gyökér. Most az emeljétek fel a kezét, aki szerint gyökérnek lenni negatív. Most az, aki szerint pozitív. Athéni polgárok, önreflektálatlan a nyelv, mint az Isten. Szerbantal szerint, amikor a görög szellem elpusztította a gyökereit a mítoszt, az elrágó gyökerek helyébe újabbat tudott ereszteni, és ez Szókratész nevéhez fűződik. Athéni polgárok, meg tudjátok mondani, Szókratész mely kortársa volt az a vígjátékíró, akinek nevez nem poeti sorozat formájában is felszínre tört? Igen, Arisztofanész. Aki szerb Tomi szerint újságírói tájékozatlansággal élt Szókratészről, és felelőtlen gondolkodásával ő is előkészíti Szókratész tragédiáját. Athéni polgárok, ha még nem hallottatok szempoetét, és valami furcsa némes játékra számítottatok, most talán azt kérdeznétek, hogy mi ez a kicsit szakdolgozatszerű szöveg. De ekkor szerencsére léptek hallatszanak a folyosón. Athéni polgárok, vannak-e köztetek, akik tudják, hogy ki közelít? Igen, a magyarok megváltója. Az a lesbikus roma aktivista lány, akit mindenhol lehet látni, ahol nem mindegy, hogy egy percig vagytok ott, vagy 100 percig. Most még nem világos, hogy mi lesz a szerepe ebben a történetben, de hamarosan erre is fény derül. Szókratész halálra ítélték. Athéni polgárok, van esélyünk odaérni erre a tárgyalásra? Még szangával sem. Viszont van esélyünk odaérni a cigány-magyar gyerekek iskolai elkülönítéséről szóló jövő szerda délutáni tárgyalásra? Simán! A két tárgyalás közti ezen különbség fénytrófaként világít bele a magyar éjszaka sötétjébe, kicsit adisan szólva, és felhangosít egy beszélgetést a hátsó sorokból. Igen, a ti beszélgetéseteket, nem az előttetek vagy mögöttetek ülőkét. Ez a négy sűrű, de jövő szerda délután kimehetnénk a Margit-szigetre, mondja a lány visszatolósolja. Én akkor a Markó utcába megyek, a fővárosi törvényszékre. Amivel szemben van az a gimnázium, ahol a Karinti járt, ha ez számít. Feleli a fiú eltökélten.
Viccel, szavasz van, és a Balti szigetre hívlak, nem a te roncsd el, te ne roncsd el, tudod, hogy szerda délután fél háromkor a Markó utcában van a szegregációról adott igénylő Vipangó Szabad a Bobberban ember slam csapat tárgyalása. Milyen tárgyalás? Ezt nem hiszem el. Elegem van az emberi jogi eseményeikről, téged csak ez érdekel. Miért kell mindig ott lenned? A maga dolgával nem is törődsz velem se, csak közügyekkel töltöd az időt, mint Szokratész. Nekem ez a vallásom. Igen, akkor rohanj Szokratész tárgyalására is, még odaérsz. Ne légy cinikus, ez nekem nagyon nem jön be. Nem vagyok cinikus, törvényesik a szegregációt, ezt is megcsinálták a kétharmadokkal, szép kis demokratikus döntés, a faszomat kell állandóan ezen rugóznom. Bocs, de neked van faszod? A faszomba az meg nincs faszom, ez csak egy szófordulat, te autista vagy, minden szó szerint értesz? Ezt igen. Jövő szerdán fél háromkor fővárosi törvényszék. A Facebook esemény címe, Markó utca 27, második emelet 47, bírósági tárgyalása, roma magyar gyerekek iskolai elkülönítéséről szóló minisztériumi adatok nyilvánosságáért. Milyen frappáns cím. Erre mindenki be fog indulni, különösen tavasszal, de nem vagy normális, nem látod, hogy az embereket ez nem érdekli. Érdekli őket, csak rá kell jönniük, hogy egyenlően szabad egyének, nem tömegemberek, hogy egy szemmel, egy szemköltő, Zipeti mondja, I'm sorry that I don't misbehave. Is it wrong? Basz meg, ez meg a másik állandóan idézheted a szemmel haverságokat és csávokat, folyton csak az emberi jogok, meg a szempoleti, meg a színház. Miért? Van más is, ami érdekes? Lenne velem a Margit-szigeten. És mindkettőt nem lehet, hogy Mici majd fogodjad. Szerinted meghívhatsz egyszerre valamire a szigeten, miközben a bíróságon vagy? Hát, ha van büfé a törvényszéken, az nem jó? Törvényszéki büfé, milyen romantikus! Akár. Ahogy Szokratész mondja a bírőbeszédében, azért bíró a bíró, hogy az igazság szerint ítélje. És ha igazságtalan ítélet születik, Szokratész azt is elfogadta. Ebben tévedett. Miben? Abban, hogy elfogadta az aténiak igazságtalan döntését. Az igazságtalan alkalmazott törvényeket is tiszteletben akarta tartani. Nem gondolt a polgári engedetlenségre. Akkor én Szokratészhoz vagyok hasonló. Miben? Én se gondoltam a polgári engedetlenségre, a tárgyalásra, hogy a Balti-szigetre akartam menni veled szerda délután, de már látom, hogy tévedtem, az egész tévedés volt, csak raboltuk egymás idejét. Ne viccelj, én is akarom, hogy menjünk a szigetre, csak nem akkor, amikor a tárgyalás van. Nem viccelek, elég volt az emberi jogi eseményeiből, a Szokratész-szerű bővölséggel mondott véleményekből. Ekkor lépett közbe a leszbikus romantikista lány, rámosodott a fiúra, és megkérdezte, hogy belemegyek-e a tárgyalásra. Sugárzó volt a lénye, láttára a fiúból elszállt a szorongás, ő is elmosodott, és akkor ott egy kicsit oda történt, tehát hirtelen az előbb éppen besértődő lány is elmosodott, és így szólt. Jó, hogy Markó utcával kezdődik a tárgyalás Facebook eseménynek a címen, könnyű megjegyezni. Meghívom a cigány ellenes ismerőségnek is. Atini polgárok, szerintetek tényleg tárgyalás lesz a cigány magyar gyerekek iskolai elkülönítéséről jövő szerda délután a Markó utcában? Igen. Valóban lesz ilyen tárgyalás. Aténi polgárok szerintetek Szokratész ott lenne ezen a tárgyaláson? És ti ott leszek? Tisztelt nép! Fúdaló lelkiismeret! Hogy vádolsz, az ellen tüntetek. Mik vagytok ti nekem? Főnök? Boss? Agresszív orosz? Ki számon kérhet? Milyen vád? És hol van az ítélet, ami azonnal felment? Hol van 500 Petőfi tévé vád? Hát egy szart éljen, bássa Eduard! Sem Szegra végről, sem Hudi végi stadion gepéről, sem Brokencéktől, sem Szifáikról nem ismerlek titeket, sem gerincem nyúló csipolyája, sem rokonom áfahűzett rokolyája, sem én, sem semmilyen viszony. De ti boldog ősemberek vagytok, nem? Tagadom, hogy ami itt történik most velem, az maga a történelem. Hisz az ismét jön magát,
az ismétlés meg a tudás keserű vonja. De nékem nem tudásom, hitem van vezérségem bölcs erejében, mi föntről adatott, mely úgy szállt alá, mint hazafias kamikáze egy dzsihádista pegaszus pszichopatáin vágtatva, hogy a Kárpátok gépincát Csomcseszi végre lelőti a trónról, s helyébe régen faltól falig kísérve a népét. Felség és fülsértő fülkeforradalom szálljon hát szembe tengerni vágómmal. Hiába is hibáztat a sok lelki és zsebi szegény, hogy tudni illik önmagát, én már megettem a kenyeretek legjobbát. Nekem ti ne! Mi az, hogy az ifjakat rosszra tanítottam volna? Ki mondja ezt? A ti szakálmán? Hol van? Egy kis ezoterik neonácit ráni olagetfázás ellen, a gyereketnek telenkázz csak illiberóba. Nem kellett volna, hangsúlyozom, nem kellett volna kiegyezni, tetszettek volna forradalmat, és akkor esélyem sem lett volna olyan forradalmat tenni, hogy hasra csapva gyarapodok, s a haza fényre merül. Mit mondasz, tévéjem? Hogy fasisztoid mértékben hazudtam magamnak alanyi jogaron járó népszerű hatalmat? Hát jól figyelj, okoska! Tudom, mert nem csak nálatok van ám csöpp poloska, hogy már nem szeret annyira a polszka, mint regnálásom elején, csak hogy nálam van a Gógyi, meg a Hoffmann Rózsi, hogy kérelhetetlen visszalőjek az ifja bonítását bíráló hangokra. Szóval hiába ítéltek hangokra, max megváltom büntimet egy szagajtónyi summával, hisz magyarok vagyunk mi, nem elég olvas, hisz magyarok vagyunk mi, félre a dumával, hogy becsület, tisztesség és többi hablagy, nézzetek hát félre bírák, vesztőhelyek, vesztor, stróman, ballag, lólépésen ugorjuk a témát, zsebibaba borítékban dagad, s csinál a sok hőbörgőből némát. Na megyek élni, hogy a papsi tudatom pótolja a lét, Isten veled, sosem hittem, te úgy jut a lép. Kedves Platón, tisztelettel értesítem, hogy Szokratész védőbeszéde című forgatókönyvét az alap lefogadta, és néhány megjegyzéssel fejlesztésre alkalmasnak találta. Írása napokra fellelkesítette munkatársaink zömét, néhányunkat, bár az akció hiány összebetűnő, ez snitteléssel áthidalható, de a hiányosságokat feleteti a fonémák, szókapcsolatok, többszörösen összetett mondatok, mi volt persze számunkra túlbonyolított láncolata, koros szerzőtől nem várt friss pergő mai nyelvezetet kapunk, és ezt köszönjük, értjük és díjazzuk a halál, mint határhelyzet témává emelését, bravo, már ennyire nem rossz a helyzet. Plasztikus a csövör kibontása, és egyáltalán nem egy belpesti vagy rózsatombi linja, aminek nagyon örültünk. Könnyen lehet menni az intellektuális fölénnyel is, igaz, de volt a személyes ízlésemnek már nem túl görgős, de ezen közösen alakíthatunk. A fölény és az alázat ritka kettőse sugárzik a lapokról, a végkövetkeztetés azonban sajnos helytelen irányba zárja le a megkezdett diskurzust. A kiírás ugyanis a törvény tisztelet megerősítésére szorítkozott, így ha már mindenképp ezt a sztorit akarja megfilmesíteni, Szokratésznak a végén meg kell nyugodnia a város törvényében, és pusztán jó szándékból hozná előre halálának időpontját. Onnantól, hogy sorsával megbékél, minden maradhat így. Köszönöm. Örömmel értesítjük tovább arról is, hogy Szokratész szerepére már fel is kértük Jordán Tamás, aki már belésfelelkezett az idős tanító figurájába.
A forgatás tervezett időpontja valamikor a következő megnyert választás után. Üdvözletem, Edi Hajnabali! Haivé, Szelasszié és Bob Marley barkóbáznak a sivatagban. Most Bob gondol és Harry Hegyé kérdez. Szerette a gyerekeket tanítani? Igen. Amit tudunk róla, a tanítványainak köszönhetjük? Igen. Régi istenekkel, világítással vádolták talán? Igen. Perbe fogták, halálra ítélték? Igen. Fölében ült vádlóinak? Igen. Harmadnak a feltámad, vallásokat alapítottak rá, ő a megváltó, nem én ugye, hanem az eredeti. Nem. Nem. Jézusom, akkor ki lehet? Szókratész, Szókratész, hogy legyek én is Szókratész? Kérdezünk, szupersztár, mi végre ürül a bűnök pohár. Szókratész, bölcstelen, hát nincs is olyan, csak erkölcstelen. Szókratész, létoztál, szót igaz, szomjaz a félország. Szókratész, mondd már meg, faszba higgyek akkor szerinted. Egyébként köszönöm, hogy eljöttetek, mert azt hittem mindenki a magyar görögön lesz. Végül is itt is egy magyar görög koprodukció. Láthatunk Ménes, Dionysosnak a szülő és Bor mamámon Istenének ajánlott előadó. Éppen Szókratészról, a Szegről régről van járt Nagybácsi ágáról, egy régi keletinyitás okán némi magyar szállal rendelkező. Hát ugye a nyelvi megfejtés itt is segít, Szókratész, tehát egyértelmű a magyar. Az a szép lenne, hogy az őre is magyar, mellé tosz, tehát hogy egyik Szókratész és mellé tosz, és még pontos is, hiszen Szókratész darabban Szókra, Szókratész, és mellé tosz pedig, ugye ebben a nem trafár egyszer sem csak mellé tosz, tehát hogy egy-egyben magyar görögön lehettek, és nagyon-nagyon örülök. Én egyébként úgy dolgozom, hogy éjjel írok, és általában a legjobb gondolatok 2 és 3 között születnek, ez a szem is ma hajnalban született 2 és 3 között, csak nem számoltam a óra átállítással, de hát valami azért az alatt, az idő alatt, amíg lezajlott, elfutott a fejemben, és azt próbáltam még gyorsan leírni, például Szókratész, én írok önnek egy hajó tatján, akár anyagi megírta, utána ezer évekkel az a csaj, aki most tökre nem fogja szemlegni. Tehát egy ilyeneket próbáltam, hogy például a cím. A címet azt mondtam, nem? Nem, azt elfelejtettem. Szóval itt is volt elég sok, de gyorsan elmondom, csak így tényleg röviden, nem lett hosszú a cím. Most így pont a helyén. A Szókratész hitű, Heisenbergista, Einstein hívő, Schrödingerianus, szemmel élve pontzolta társadalom a stádiumai, ahogy a vasárnap kinyitott Lipót falai közt visszhangzanak. És ezt így még megpróbáltam neki írni, hogy Szókratész, de szarkasztikus Szókratész, mondd, rendben van, hogy bűnökben lelted a halálod, de bűnökben is születtél. Balszerencsére lettél a kétkedésé. Ha itt lenném a köztünk, lenne kérdés? Mert mi már nem hiszünk abban, ami ide juttatott. És boldogan tagadjuk az evolúciót, mert hatalomra jut a vakhívű téboly. Neked lenne türelmed? Mindig az ostobaságaikat, hogy szétbontsd. És belevernéd a hűbriszes órukat ennen szalukba? És ha ember a másik mi voltát tagadja, a méltóságát támadja, szerelmét torolja, lázítnád? Ébresznéd velünk a kocsmát mélyét? Bírálnád bíráit? Zsűriznéd zsűriét az egész kufircos hóbelevancnak? Amíg nem ugrasz egy új bűrök vonatnak. Hát így van ez, hogy nem tudom, hogy ugye semmit sem tudok, így hát egy dolgot biztosan tudok, és ezzel
nem dobolnám a tüneteket, tehát Big Bang sosem volt, nem volt nagy durranás, ezt hát tudjuk. Ez a jelenleg elfogadott, uralkodó tudományos nézetnek a világkeletkezéséről, ami azt állítja, hogy egyszer, nem tegnap, de a múlt egyenesen, tehát meghúzzuk a vonalat, annak van egy feltételezett vége, és ott amikor minden, ami valóságosan létezett körülöttünk, igen, a csillagok, meg a telketek, meg a 30 négyzetméteres szükséglakások, meg a foltos takarók az utcán, minden elfért itt az ujjaink között. Már ez nem igaz. Ezt ne ígértek el, aki ilyet állít, az győzzétek meg arról, hogy hülyeséget beszél. Az idő ugyanis besűrűsödik a tértől, és, vagy hát besűrűsödik a tér, és attól megbördül az idő, és egy ilyen hajlott hátú öregú lesz. Nem is egy pupos vér csokrogány lesz belőle, egy ilyen kiállhatatlan, mindenki túlért minden lében kanál, aki nemhogy minden tud, de mindig mindenhol ott volt, mindenkit ismer, ismertek ezt a típust, aki folyamatosan önmagát reprezentálja, borzasztó. És hát ez az a baj az idővel, hogy az összes viccünket ismeri. Tehát nekem egy viccem van, az idő ismeri, nem tudunk vele mit csinálni, vagy vissza kell röhögni, próbáljuk meg, jó? Tehát Szokratész, Heisenberg, Einstein és Schrödinger utaznak a vonaton, és a Szokratész, ő transz, tehát ő transzszexuális, tehát ő 74 éves idős hölgy, tehát egy ilyen nem is Szokratész, hanem a női megfelelője, Szókréta. Tehát viccesen igazából úgy van, hogy Szókréta, Heisenberg, Einstein, Schrödinger utaznak a vonaton, hát Szókréta egy területen a sasznosság, jól belapodva főzelék el, és hát figyik egyet, a fészkelődnek a férfiak. Végül Heisenberg feláll, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy biztos, azt hiszem, ki kell mennem, mennek megint tovább. A vonat hirtelen fékez, Szókréta itt is befigyik, Einstein zavarba jön, bocsánat, makasod a pocim, és ő is kivihazik, másik ketten vannak, Schrödinger és Szókréta mennek a kupéban, ebben a pillanatban ez a kupé egy multiverzum már teremélyesedik, és Szókréta az összes lehetséges világok mindegyikében elfigyja magát, amit Schrödinger elhagyja a dobozt, és még visszaszól az ajtóból, hogy hát hölgyem, akkor ezt a kísérletet már egyedül kell befejezni. Köszönöm szépen! Az élet a nagy hazugsága, hogy erősebb. Úgy élek, hogy nem halad be. Nem mondom. Legalább magamnak nem. Az élet egy terápia, csak nem jár hozzá ingyen kávé. Az élet a nagy hazugság, hogy boldog vagyok. Nekem nem fáj. Hogy nem vagyok más, csak második generációs ordítás, társadalmi képmutatás, egy sikolya hamutartó oldalán, mert lázálom, s bűn a jóság. Elveszett a valóság. Magamban az igazság, ma magba, holnap fához szorul a lélek, és nem segít az értelem, csak az érzelem nélküli félelem. Nem mérlegel a kényelem, csak nézhessem az életem. A végtelen fényekben éreztem a lényedet, de ez már nem lényeges. És ezt egy nő mondja, az mindig más. Most azt elmondja, hogy egy napon jól megnézi magának a Patrick Swayze, és akkor majd ájtengettem. Hát, no. Hogy elvább. Mostantól kezdve nem kell megfelelnem a nememnek megfelelő, számomra elrettentő, példátlan, kirekesztő, szexista, sztereotípikus típus ideának. Mert ki vagyok én, rekesztve, egy neonomád társadalmi peremre csak azért, mert pillanatban is olyanok akarják megmondani, mire használjam, akiknek nincs. Ez vagyok én. A 21. század ipari mellékterméke. A gondolkodó nő, a sminkben vécét szerelő, a harcos feminista, a számolni tudó társadalmi aktivista, aki azért fog majd gyereket szülni, amiért nem fog. Aki szerint nem az a szégyen, ami történik, vagy sem, hanem hogy megengeded, lehetővé teszed, elősegíted, sőt, még támogatod is az intelligens európai jellemeddel. Mert nem működik már a nem én tehetek róla, nem kerheted életnagyságú műanyag flamingókra, hogy a nők szárnyát levágták és átültették arra a keresztény nemzeti hermafrodita arkangyalra, hogy kitakarja a mélygarást a partban. Te sem mondja, hogy itt baj van. A fék súlyosan telepszik meg a szádban, mint moszat tenyészet a tengerfenéki ágyban, ahová csak az jut, akinek már nem kell levegő. A parton egy eldobott cigaretta csikálmodik új életet, holott még csak most haldoklik. Egy nappal kevesebb a számládon kitöltődő kocka. Ledobná magáról a bőrt a testem, csak lenne, aki ne szeressen. A végén úgyis csak a semmi marad. Marasztal, hogy ne menj még. Főzök neked egy kávét.
amit rengeteg cukorral ittál. Tisztességesen elköszönni se bírtál, és életem legszebb kérdőjelét érzem a számban a csókod íze helyett, mert az már nincs ott. Marad a rád emlékeztető zöldborsó főzelékfelő, meg a táncórák idősebb nőknek és magamutogatóknak. Körülön talált életmentő sóhaj, hogy soha már a belső úrma üresen áll. Nem kell már a dolgozó néphajlal, a beköltözött a lustaság hajlama. Legalább nem költött pénz, csak verse. Mert amit birtokolsz, az megeszi az életedet, kiszorítja az életedet, szublimálja ételedet, mert belőled táplál hiányt a teljesség. Az univerzális egyesség, atomi részecske jelenség, a magba hatoló magma takaró. A roppanás lehetősége meg fennáll a fürdőszobai létrán, 3 méter magasban, hajnalban hajolva a WC tartály felett, és ekkor kezdte elhinni, hogy egy kommunista istennek piros szakálla van, mert eszébe jutott egy megvédült dal, és kimondta jó hangosan élete nagy igazságát, mielőtt ő is beállt volna a sorba, hogy téglát vettetek, belőletek épül a fal. És 2 költözés után rá kellett jönnöm arra, hogy nem olyan könnyű se házat, se hazát cserélni. Hogy minden, ami én vagyok, az valahol itt van elrejtve. Jó magyar gulyássevesvel, keményen feszítő náci emlékművel, remegő repeszve, elrepet ereszve, kettős keresztbe, de meg a folyton csak anyázó emberekbe. Egy szóval sok minden hiányzott. Először is hiányzott a magyar nyelv, a muszáj NY-ével és a tavaly pontosan. A minden héten visszatérő, menjetek a picsába motivum a kedvesen segítő javogatóval. Hiányoztak a 4-es metró értelmét kereső órák, és hiányzott a kormány zsebében eltűnt sok 100 milliárd. Mondjuk ezt nem raknám ott időbe. Hiányzott a városközpont, a fröccs és a pálinka. És ha nem is tudsz róla, akkor is be vagy kaszlizva. Hiányzott minden, ami nemzeti. Identitás, színház, vágta, dal és a dohányboltok, hogy itt szinkronban változnak az időjárással az álláspontok. Hiányzott a hely, ahol nem csak én nézek bele a tükörbe június 1-én, és mondom, hogy ne baszki, itt a nyár, és már megint nem sikerült lefogni. Hiányzott ez a kis ország, Közép-Európa közepébe köpve, ami lassan jobban voltál, mint maga a félsziget. Ahol már mindenki annyira unja a rezsimet, hogy a csoportterápián mások segítenek majd felvágni a saját erejét. Hiányzott a sok részeges, péntekesi kormányszíves, bár lássuk, amúgy rohadtul nem értek hozzá. És elfogyott a WC-papírt, azért is oszívvel tudtam a kormányt okolni. Szerint már a gólya is meggondolja, érdemesen érre visszavándorolni. És ha a Nemzeti Közszolgálati Egyetemben fogunk újságírókat képezni, az aztán nagyon liberális. Hiányzott, hogy itt arra szóra, hogy kormányzás tökéletes szinoníma az, hogy manipulálás. Ja, hogy te nem vagy manipuláló, ugye? Mert te nem nézel emennyet. Csak is kizárólag 444-et és indexet. Hát, azért én nem tenném a fejemet. Mert mikor matekórán felépnek a táblára, hogy 2 meg 2 az 5, akkor te, mint minden más, mint mondtak neked, ezt is első körben elhitted. Hiányzott, hogy egy stílusosan fel akarsz mondani, elég valakit legeciznek. Hogy itt akkor neveznek el róla utcát, ha jó irányba jöttem a nyelven, és akkor ezek sikeres, ha feladod minden elven. Különben itt annyi esélyed van az éhen nem halásra, mint csillag születikben a realitás, hogy utána még viszed valamire. Hiányzott ez az ország, ahol majd akkor lehet egy sikeres költő, ha férfi vagyok, és amúgy már nem élő. És hogy itt úgy szaporodnak a rasszisták, mint a hiba lehetőségek havony adóbevallása. Hiányzott, hogy csak akkor lehet egy igazi magyar, ha belájkoltam Facebookon, hogy szeretlek Magyarország. Hiányzott, hogy itt tök normális az, hogy egyesek a holokausztot tagadják. Ahol egy cigánynak születni annyit jelent, hogy már bűnös vagy, pedig még ki sem nyitottad a szád. Hiányzott, hogyha itt nem eladom magam, hanem magam adom, akkor nem sokára inkább most maga pontosan. Hiányzott az az ország, ahol az emberek 89 óta egy demokráciának nevezett államban élnek, és hogy gyakranban hoznak itt új törvény, hogy pusztognak bélyek. Hiányzott, hogy akkor is röhögsz, ha nem is érted a viccet, mert ha mindenki röhögött, akkor biztosan vicces. Egy szóval mondhatok bármit,
mondjuk azt, amit a fiatalok tömítőnek, hogy jobb lesz inkább diszidelni, és talán könnyebben elköltözni, és életem végéig kisebbségként élni valahol, ami sosem lesz ennyire az enyém, de nekem ez az ország az otthonom, és szeretném, hogy nem csak Atlasz és a Pionok bírnák, hanem ugyanúgy bírnak a kamionák. Szóval mondhatok bármit, menekülhetek el, mert azt hiszitek, lehettek külföldön is magyarok, de én akkor is itt maradok. Arisztofanész magyar romban 2. Este Pesten, Pesti Esten beszélgetnek kicsit resten, kávéházi rengetegben, láthatatlan félelemben. Egyik térbe, fiú térbe, nagy természetű srác várja, már is lapogatva válla, itt-itt a lép jár a hála. Na mi van, bazd meg, összejött? Dehogy. Mondott valamit, miért nem? Miért szerinted indokolni szokták? Már megint a jogász agya. Oké, hagyja. Különben mondok. Mit? Nem lázadok az önkény ellen. Akkor miért nem lázadsz? Hát nem azt számál ki velem te is, mi a fasznak lázadnék? A fasznak, te fasz, nem érted? Most ez jön be. Mi jön be? A lázadás az önkény ellen. Neked is Arisztofanésszel jönnek a csajok? Ja, valami ilyesmivel, múltkor hazavittem egy csajt a gödörből, fordulnék rá, erre így eltol magától, és megkérdi, ismerem ezt a szifontalanészt, vagy ki? Vágod? Te jönnél a bunkóval, erre azt mondja, bunkó vagy. Még a tévé sorozatokat sincs időm követni, erre lenyomaszt az olvasottságával, egy ilyen szemét, bazd meg, nem érdekel Arisztotelész. Az egy másik csávó. Hú, bazd meg, ezek többen vannak, és minek észrevégződik a neve? Figyelj, jó lesz, ha megtanulod, Arisztofanész, őt emlegetik a csajok. Egy vígjátékában a nők a háborút akarták abbahagyni a férfiakkal azzal, hogy addig nem állnak velük, amíg a férfiak háborúznak. Nálunk a csajok azt akarják, hogy az önkény ellen lázadjuk. Erdélyi csajokat is beszerveztek. Mi ez, basz meg, unió erdélyen? Én is ezt kérdeztem erre a csaj. Igen, a szexben, nem csak a szemben, szexben és szemben az önkény ellen. Mondtam neked, nem fog jót tenni az a sok szlemportli, azok a szertelen, szerteszét, spriccelő gondolatok. Ilyet még nem basztam. Az oké, de ha így meg tovább nem is fogsz. Ez a csaj engem állandóan tüntetésre hív. Legutóbb a Szabadságtérre a német megszállás emlékművelet. Remélem, oda azért nem mentél el vele. Elég, hogy útkor elrángatott a Mátyás térre a sok cigány közé. Mi van? Mi van, bazd meg? Figyelj nekem, az apám félig cigány vagytán egészen az anyám meg zsidó. Hú, bazd meg, eddig ezt miért nem mondtam? Miért mondtam volna? Hát én így azt hittem, hogy magyar vagy, mint magyar a magyarra. Miért így nem vagyok magyar? Hát ne is haragudj, de egy cigány, meg zsidó, meg hossz, de már többször gondoltam, hogy lehet, hogy buszú vagy egy együtt, azért ez kicsit durva. Te vagy durva, bassz meg! És különben is nem azt mondta, hogy a te családod Kun. Kun, de nem Béla. Bassz meg a kontextuálisan kódolt rasszizmusodat, te nyerekből hátrafelé durvodó fasz! Illetve dehogy fasz, mert a fasszal semmi baj nincs, veled viszont annál inkább. Ekkor lépett be az a leszbikus roma aktivista lány, akit mindenütt lehetett látni, ahol nem volt mindenki egy percig vagyok, vagy 100 percig sugárzó volt a lénye, láttál, akik indulni akartak, ott maradtak, a pultosok túldöltötték a poharatok, beszéltek, szoktak szája tárka maradt, tapintani lehetett a csendet, mindenki érezte, váratlan megváltás ez a pillanat. A leszbikus roma aktivista lány pedig körbenézett, és ezt kérdezte. Ti mit tesztek a magyar szabadságért? Köszönöm szépen! Mint széjjelcsőt, lepkecsőcs, ragadok maradó alakban. Vagyok egy vizsla pizsamája,
abszinens vitamin prima mája, halottarás derekán öftáska, templomba imáját nem végőzott sáska, mindazonáltal még vagyok egy kibuherelt fogpiszkáló, amit egy szentis katonáról loptak, hogy lehappolhassa a bal fölső tökös nevébe őrölő mágtölteléket, és odaadhassa a szemetes zsákban megbúgó kuporica csőcseléknek. Hal vagyok a vízözönben, nekem kána áll a patakizma, magát tengernek képzelő tó, medrét hágó patakizma, Noé jachtján bohémika, arcoskodó poétika. Zebulon udora, a név, ami szint ont, magáért beszél, max nem érted, mit mond, pedig elmondja, hogy rottyant elmém, kocsogva vagyok, és azért nem leszek soha hazug ember, mert utolérhetetlen vagyok. Aki elszalad, ha sánta kuvasznál csivasztát, én azért sem kamuzok, hogyha lebukok, se derüljön ki az igazság. Szettel ezért szívesen lennék, személyiségem kedvére kibontakoznák, csak az a baj, hogy földi léten többnyire követhetetlen. Nem vagyok komplett. Jellemem komplex. Szeretnék lenni majd a érettségítéttel. Apám kóser, anyám Krékli Héber, mert hát van a jobbikos pedig rém egy galát folt, anyai nagyapám dédapja betyár volt. Tanított a türelemmel mégis az a móres, összegezve származáson tehát Rúzsa Mózes. Fegyvert rántok a piacon, és keményen lealkodom a lobótököt, bár nem tudnék ártani a lépnek sem, csak a rám szállt, és sokat köpött. Egy óbudai butha vagyok, megmosolyogok minden bajt. Sőt, szemrángás nélkül végig tudok hallgatni egy Jánosat. Sokan próbáltak már ugyanak lenni előttem, de azt hiszem nekem sikerült. Múltkor is megmentettem egy öngyilkos lelket. Lelőttem. A világ néz rám, és én viszont szemlélem a világot. Isten látja lelkemet. A holnapszíves mondja már, mit látott. Megipúzom még a lónyárat, nézek föl gyakran a kék égre. Nem felel senki, de azt hiszem életem utolsó vasárnapja lesz a létvége. Mint széllyel csőt lettetek, ragadok maradó alakban. Vagyok, aki akkor lennék, ha az lehetnék, aki csodál engem. Betűrt kínai lovaspóló egy szalrámosott farmersebben, eltaposott papucs egy bodenüknyök lábán, kacsacsőrű mamut, csigelbő bárány, szóval mindegy, hogy még vagyunk létünkben kitolva. A lényeg láthatatlan, a többi meg csak forma. Szemre írtam, amihez annyi a közön, hogy a házi orvosomat Bajusz doktornőnek nevezik, tényleg, és amikor legutóbb találkoztam, akkor azt mondta, hogy köszönjük, megkapta a kollapon, de most már megismerkedem rám személyesen, szóval én is érintett vagyok, hogy ti is, úgyhogy ha felmarad a kezem, akkor nézzetek magatokba, és jövőre mindenki menjen el szűrésre legkésőbb. A minap az arcomban röhögött egy barátom, Harry Belli, aus Deutschland, Kassel, Göttingen, Jena, hogy végigtoltunk három szavazást egy elég rövid időszak alatt, és minden maradt a régiben, kankutya fekszik a végiben, de közben mi utcára mentünk, 100 000, havi 2,5 eurós netadó miatt, amit nem is nekünk kell volna fizetni. Hát szóval, hogy igazából az a gyerek a németek. Az egész világ rajtunk bőg, de mindegy, beszéljünk arról, ami most ugye a téma, ez a Movember, a férfi egészség, a bajusz, úgyhogy felelősség, akkor kezdjük is el rá, és átöltem a szót. William, would you please start? My prostate for a mustache. Thanks, William. Akkor át is adnak a szót Sándornak, te hogy oldanál meg? Még nyúlnak a bajszon, a marcon a sárok? Még dönget a mellett a hős felelős? De rátolom ottan a prostatarákot. Miként tizedelli a férfi erőt? Kicsit picsak, mit meg mit adnak a marcon a sárok, de jó? Parti, átveszed? Kart sercenését hallani,
éledő majdani bajusznak, volt herék és ó, prostatát rácos rákjaiul kiadoznak. Nem rossz, de nem elég mocskos. Miklós? Mióta készülök, hogy elmondjam neked prostatám sejtett kis csaprendszerét, egy pajzban csak talán, csupán a lényeget. Nem jó, Miklós, túl direktre van másik. Látod-e szertelen itt ez a lágy pajz harcsaszerű, bajakon heverő, felszívja a taknyot. Látod-e, drága, a prostatarák az is így szabadulna, de köszönjük, de inkább valami gyerekkompatibiliset. Ságot nevte a másik. Prostata, prostata, mérges, elmaradozgat a szűrés, szóval ússzal a ittő, kezd majd a megelőzés. Szuper, Árpád, egy mondat. Egy kirakatban liradalra kelt egy bajusz. Lajos kiegészítés, a rák meghal, a bajuszok kirepülnek. Gyönyörű Dezső, sárgítja bajszom 40 cigarettám, hogy a szájban rák van, minden este rák van, a tüdőben rák van, minden este rák van, a herében rák van, minden este a prosta. Bocsánat, egy pillanat, csak így kapcsolunk a parlamentbe, Simonel, a nagyhatalmú költő úr, a kormányzó párcsolaiból, ezúttal prózában, a parlamenti folyosón futában hallhatjuk. Bajoszadó nincs. Annak, amiről ön beszél, borotvai aktivitási hozzájárulása neve, és igazságos sarc, amit nemzetközi vállalatokkal fizetett meg a kormány. Gondoljatok bele, ez lenne az első törvény, amit Áder János meggyőződésből visszadott, és még Kövér Lászlónak sem az a semmilyen megjegyzése. És akkor Dénes, szerinted? Hát szerintem egy nap kevés, egy hónap okés, de a legjobb egy év felelősség. Mert novemberben nőjön a bajuszod, a prostata rákot így majd megúszod, decemberben növesz körmönt, így kedvesd a tiédtől a kormányt, és ne halljon senki ilyen utcán januárban, a maradékot megok a kukába, február farsan. Ne válts naponta alakot, ne feledd, csak a másik szemgödrében találhatod alakot. Március igazi férfi ünnep lesz. Utazzunk a bántalmazott nőkért a metróba. Top lesz. És április pedig legyen a bolondok évhagyja, de szúr ki, akinek nem csak játék a skizofrénia. Májusban húzd az alsód a nadrágot fölé, és zsebkendői helyse legyen üles a szuperhősök terén. Júniusban tanulj meg egy szót 10 nyelven minden nap, és külföldön így nem nézd meg tavó magyarnak. Július, mostantól a belet vált szemöldököké. Így állj ki, hogy nem pálya az öldökölés. Augustustól meg jobban teszed, ha bajuszod nevezted, hogy a következő novemberen ne egy kehes borosta legyen a veszted. A következő novemberen okuljatok, még ha felesleges is, gyertek most jövök a szuperember. Az Obla novemberen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És szintadra szólítanám egy rövid meghallás erejéig a mai két forduló szempoeti szereplőit érkezési sorrendben. Schwegel Fanni! És most mondja Kiurány, de inkább Molnár Péter! Fábián Kamilla megkapcsolt neki, és a Kocsáteresztőnek kicsit lehetséges. És végül, de nem korsan szólnom, Békési Zoltán Zepoló Tudor! Gratulálok, ő nyert meg.
Köszönöm.